Súlyos fegyelmi vétség miatt kizárták a Jobbikból Torockai Lászlót. A párt etikai bizottságának döntése után Dúró Dóra és Novák Előd is úgy döntött, elhagyja a pártot. A Híradónk által megkérdezett politikai elemző szerint a Jobbik szétszakadásából a Fidesz húzza a legnagyobb hasznot. A tisztújító után nem tartott pártszakadástól a Jobbik frissen megválasztott elnöke, aki Vona Gábor támogatásával indult el a posztért. Hogyha a habitusbeli különbségek miatt valaki mást szeretett volna látni elnöknek, és emiatt elhagy egy ilyen nagy és komoly politikai közösséget, azt szerintem inkább őt saját magát minősítené. Később azonban ő maga és elnök helyettese Gyöngyösi Márton kezdeményezte az etikai bizottsági vizsgálatot. Az elnökválasztáson 46%-kal alulmaradt Torockai Lászlóval szemben. Ásotthalom polgármestere platformot hirdetett a párton belül, ez pedig alapszabály ellenes a bizottság elnöke szerint, ezért úgy döntöttek, kizárják a pártból. Nem egy jó szándékú célt láttunk el mögött, hanem a pártnak a szakításának a vágyát, és egy önálló mozgalom vagy önálló pártnak a megalapítását, illetve egyik párton sem elfogadható a belső vitáknak oly módon a nyilvánosságra hozatala, ami a Torockai László részéről megtörtént. Ráadásul ebben nem csak a valós tények, hanem torzítások, sokszor valótlanságok hangzottak el. Kihirdették a koncepciós ítéletet, így reagált a hírre Torockai László a Facebook oldalán. Azt írta, nem a platform, hanem a Dúró Dóra is ellene indított hadjárat, amely lejárató kampányokat, a tagok küldöttek zsarolását, végül a kizárásunkat is tartalmazta, szakította ketté a Jobbikot. Fájó szívvel, de meghozzuk azt a döntést, hogy kilépünk a Jobbikból. Nem csak a platform alakítást támogató Dúró Dóra, hanem férje Novák Előd is úgy döntött, ott hagyja a pártot. A jövőre vonatkozó terveinket június 23-án Ásotthalmon fogjuk önöknek is, illetve minden érdeklődőnek nyilvánosság elé tárni, és a közösség fog irányt mutatni számunkra. Két évvel ezelőtt Novák Elődöt a néppártosodást meghirdető Vona Gábor kérte fel arra, hogy adja vissza a mandátumát. Politikai kivégzésként élem meg, hiszen 13 év jobbikos munka után egynapos felmondással kötelezett tulajdonképpen Vona Gábor arra, hogy távozzak. A politológus szerint a néppártosodás nem hozott áttörő sikert a Jobbiknak, ezért törtek elő a párton belüli konfliktusok. Ez pedig Pulai András szerint leginkább a Fidesznek kedvez, és a párt amennyire tudja, érvényesíti is az akaratát. Én nem emlékszem arra, hogy Torockai László olyan hűdön nagy feltet kapott volna a kormány és a kormánypárti médiában az elmúlt 4-5-10 évben, és úgy látszik, hogy most ez hirtelen megváltozott, és szinte minden nap hívják nyilatkozni ilyen vagy olyan kormánypárti vagy kormányközeli médiumok. Pulai András ugyanakkor elmondta, azok a radikális szavazók, akiket az esetlegesen létrejövő Torockai féle új párt szólítana meg, már a Fidesz táborában vannak, és nincs se esély, hogy elpártolnának tőlük.